Mindenkit a videómban, most megmutatom, hogyan kell a DOSZET-et frissíteni. Bekapcsoltam a frissítést, és majd felajánlott egy pár frissítendő valót. El kell klikkelni az ikonra, és akkor itt van 7 darabot le akar tölteni. Megnézzük, hogy mik azok a frissítések. Internet Explorer-t akarja. Na, ezt is, ha frissítek, akkor mindent megfrissítek rajta. Ez nem volt? Akkor optimális. 2017, eléggé régi, ezt nem fogom frissíteni. Mi important arra, csak ez 2015-ös frissítés. Ez 2017. Intel szisztémának. Ez a régi, felesleges. Ez is felesleges. Internet Explorer felajánlja, hogy frissítsem rá. Újabb verzió legyen rajta. Meg a NetFramework-kől legyenek rajta frissek. Semmi más nagyon nem akar. Semmi más nem akar. Ennyi frissítés van. Szóval van egy újabb frissítés. Nincsen, ez olyan biztonságérések vagy. Tehát framework. Meg kell rá, nem tudom. Vagy ha felajánlja, akkor frissítem. Majd frissíteni fogja, nem maga a rendszert. Addig nézzünk is meg, hogy mi fog lenni. Nem ez a régi Internet Explorer 9-es fog rajta lenni, hanem az újabbik verzió. Felfogja, tölti a frissítés, majd az Explorer 11 lesz rajta. Mennyire fog jobb lenni, az ki fog derülni. Nézem a frissítést, hogy mit ajánl fel, miért megfrissítve a rendszerem. Majd meglátszódik, hogy mi fog tenni. Utassa, hogy mennyi százalékot tölt le. Igazság, hogy 0%-ot mutat. Ez nem árt. Majd most van 12:45. Érdekesség, hogy processzort 100%-on dolgoztassa, amikor közben csak a update megy. Ez így, aki szoktam kapcsolni. Itt van még eszi, meg mörötte, kb. Ami frissítést tölt, de leféteni akar. Még másokat. Szoktam egy idő után kikapcsolom, mindig egy hónapban be van kapcsolva, aztán majd kikapcsolom, és akkor innen terhelje a rendszert, hogy állandóan automatikus frissítékeseket keres. Itt van, hogy rá lehet menni, majd azt én más videóban mutatom. Köszönöm a figyelmeteket, ismétel, szevasztok!